karácsonykészül emberek. Szépek és tiszták legyetek, súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Kedvenc karácsonyi fogásom az a laksi. Ezt minden éven elmondom szerintem. Nagyon sok mindenkinek, mert minden éven találok legalább egy olyan embert, aki nem tudja azt, hogy mi az a laksi. És az egyébként egy dagasztott tészta, amit a Platón, ugye még akkor a plat tetején megpirítottak. Aztán bővízben kifőzik, és egy ilyen cukros szirupot csinálnak hozzá, és dalárdióval meghintik, tehát kifőzik, és akkor egy ilyen jó megtagad. Dió, cukros szirup is rétegezik, azt szépen jól ugye átforgatják, és ugye azért, hogy az első fogás az még böjtös fogás legyen, hogy ne húsmentes legyen, és mindig ezzel olyan jól laktam, hogy utána már tök mindegy volt, hogy jön-e házi kolbász, vagy oldalas, vagy bármi más, én a laksival indítottam, és majdnem szinte zártam is a karácsonyt. Nekem fontosabb volt, hogy laksi legyen, mint például a beigli is akár. A decemberi időszakról mindig az jut eszembe, hogy nálunk az valahogy a november utolsó napján kezdődött, mert nálunk minden férfi András az egész családban. Apám, nagyapám, bátyám, nagybátyám, mindenki András, és azzal kezdődött az egész, hogy Andrásnakkor ugye család együtt van, megünnepeljük az Andrásokat, disznóvágás, és akkor utána elindul egy olyan időszak, ami az ember életében ilyen egészen fontos, vagy egészen meleg. És karácsonyról még a fények jutnak eszembe igazából, amit itt magamban látok, az, ahogyan fekszem a fenyő alatt, és mindig azt éreztem, hogy a karácsonyfa az egy hatalmas nagy, és én olyan pici vagyok, és annyira szerettem alulról fölnézni és látni ezeket a fényeket. Apukám nagyon szeretett fotózni. Amatőr fényképész volt, lehet ezt mondani, és nagyon-nagyon sok képet készített. És karácsonykor mindig odaállította a fenyő elé, különböző ruhákban, és lefotózott, és ezek ilyen szép emlékek. Még az jut eszembe, hogy nagymamám mindig süteményt sütött, ugye, mint mindenki más, kalácsot, almás kalácsot, meg diós kalácsot, meg túrósat. És én soha nem szerettem. Nem szerettem azt a fajta kalácsot, és most, ahogy egyre öregebb vagyok, mindig az jut eszembe, hogy de jó lenne, hogyha mamám itt lenne. És újra megkóstolhatnám azt a kalácsot, amit sütött. Nekem egy olyan kedves gyerekkori emlékem jött most elő, hogy egész kicsi lehettem, ameddig karácsony reggelén felébredtem, és mindig megszületett a csoda, hogy én a szobámból kijöve a nappaliban ott találtam a fenyőfát, feldíszítve pompájában. És tisztán emlékszem rá, hogy még gyerekágyban aludtam, és ki volt véve két rács, hogy én azon nagyon könnyen ki tudjak bújkálni, még véletlenül sem másztak át rajta, és anyámék azok mindig megvárták, míg szent este csönd lesz, elalszanak a gyerekek, csak hogy én egyszer fölébredtem arra, hogy kint matatnak a másik szobában.
És én olyan izgatott lettem, hogy én elfelejtettem azt, hogy az a két rács ki van véve. És keresztül akartam mászni a gyerekágyon, és akkor átestem, hogy anyám még a másik szobában hallották, és bejöttek, és persze akkor jöttem rá arra, hogy tulajdonképpen ez egy gyerek számára nem túlságosan szép felismerés, hogy a szülei öltöztették fel a fenyőfát. Ha most a karácsony előtti időszakról beszélünk, akkor nekem az egyik legkedvesebb dolog az az volt, hogy egy hónappal körülbelül karácsony előtt összejöttek a szomszédok, mindig egy-egy szomszédhoz átment két-három család, és mindenkinek megcsináltuk a csiga tésztáját. De úgy, hogy asszonyok, nagyon sok asszony, férfiak, tehát a férfiak ugye beszélgettek, az asszonyok tésztát nyújtottak, vagdosták a tésztát, és ha platóról beszélünk, akkor vagy a pirítós fokhagymával jut eszembe, vagy pedig mindig lopkodtuk a tésztát. Tehát az jut eszembe, hogy másik, ahogy az asszonyok csinálták a tésztát, mi pedig ilyen rétegeket, vagy ilyen kis sávokat elel lopkodtunk, és azt megsütöttük a konyhába a platón. Ha gyerekkor, akkor ez. És hát ez igazából azért volt nagy buli, mert mindig valakihez átmentünk egy-egy héten, egy-egy hétvégén, és akkor az hatalmas öröm volt, mert gyerekek, családok, és valahogy úgy készültünk egy kicsit az ünnepre. Nem úgy, mint most november, ahogy vége van a halottak napjának, úgy elkezdődik tulajdonképpen a fénybe öltöztetése a világnak, nem csak a világnak, hanem úgy otthon is. Mindenki fényt rak, az utcákra fényeket pakolnak, és akkor meg az hatalmas öröm volt, hogy az előkészületekben még nem voltak fények. Nem fények voltak, csak úgy belül volt a fény, és belülről vártuk a fényt, és emlékszem arra a pillanatra, amikor 24-én díszbe öltözve elindultunk a templomba, és már a templomba menet azt próbáltuk felfedezni, hogy ki az, akinek a karácsonyfája már világít az ablakon. Nem volt az, hogy előtte egy héttel, két héttel már fényeket láttál, hanem az a pillanat volt, a 24-e az, amikor úgy felfedezted, és tudtad igazából, hogy melyik házba, ki lakik az első szobába, ki a hátsó szobába, mert azt próbáltuk felfedezni, hogy kinek hol van a karácsonyfája, kinek hol világít. És emlékszem, gyönyörű érzés volt. Nyilván kicsit másabb volt a világ, meg hidegebb is volt, nagyon-nagyon ritka volt, hogy nem volt hó karácsonykor, nagyon ritka volt, hogy nem volt fagy, és az hatalmas élmény volt, hogy a ropogó hóban picit az orrodban azt érezted, hogy annyira hideg volt, hogy fagy össze az orrod, és úgy veszel levegőt, hogy megkapja az orrodat a fagy, és közben nézed, hogy kinek mekkora fája van, kinek milyen fényei vannak. Nekem ha úgy belegondolok, azt hiszem ez volt a... És mai napig ezt lehet, hogy ez gyerekkoromból maradt meg, de ha már autóval haladok el a falvak között, akkor is azt nézem, hogy kinek milyen fája van, és kinek milyen fényei vannak az ablakba. Azt hiszem ez az, ami... ami úgy egy kicsit elkíséri a... Hát mai napig, most már azért 43 évesen még mindig visszaemlékszem erre, és még mindig azt érzem ilyenkor, hogy gyerek vagyok. A karácsonyi készülődésből a legnagyobb élményem a szalon cukorgyártás házilag. Mert hát ugye a Szovjetunióban akkor még nem kaphattunk szaloncukrot készen, és ezért otthon gyártottuk. Aranypapír, csomagolópapír, és imádtam azt, hogy tésztavágóval, ezzel a tekerőssel vágtuk be a csomagolópapírnak a két végét. És ez hát már iskolás koromtól egész tizenvalahány éves koromig, 6-tól nem tudom, 16-ig, ez az én feladatom volt.
és akkor majd a nővérem, anyukám rakták rá az aranypapírt. Karácsonykor pedig volt egy különleges díszünk. Úgy hívták, hogy a nagy piros, egy ekkora piros gömb. És arra szerintem vagy 15 évig vigyáztunk, hogy az többet jelentett nekünk, mint hogyha a koronát tettük volna a fenyőfára. Aztán nem tudom, hova lett. De viszont, ahogy megnősültem Beregújfaluba, a feleségemnél találtam egy ugyanolyat. És most is megvan. Úgyhogy nem tudom, ez a véletlen műve, vagy sorskeze, hát ti hogy gondoljátok? A nagy piros, ekkora. Na meg hát, hogy visszatérjek a... Hát azt imádtam. Hát a tésztát is én vágtam azzal a darálóval. Tehát ez meg aztán különleges volt, hogy a csomagoló papírt. Meg aztán kötözgettük is, hát fantasztikus. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja. De jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből úgy, mint régen fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel. Gyermek szívvel a világgal kibékülni. Szeretetben üdvözülni. Népszámlálás volt Betlehemben. Így szól a karácsony története. És akkor született meg egy istállóban az Úr egy fia, Mária gyermeke. Nem volt ki szállást adjon nékik. Barmok lehelték rá a meleget. Nem volt egy pólyája, egyetlen takarója. Meséli a monda, mert ott született. De Cegléden, Kecskeméten, a Hortobágyon, ha született volna. Az első karácsony igaz történetéről így szólna ma a bibliai monda.
kéne az udvaron. Mondom neki, tudod mit? Az úr nem készül. Halló! Jó reggel! Megjöttünk a tejére. Tudná nekem egy fél literre többet adni máma? Meglátjuk, hogy mennyit adott. Na. Jó, elég lesz. Nekünk is maradjon valami. Majd hozunk érte egy kis... Hát egy kis házi almát, vagy krumplit, vagy... Tudom is én, mi az, ami nincs a háznál. Rozál épp az udvart cseperte. János meg a jószágnak almozott. A kis Péterke az öreg kandúrral játszott, a Puli az meg hátul kalandozott. Akkor ért a ház elé József. Jó tejszagot lehelt a méla csönd. Mária fáradtan, alig vonszolta magát, s a kerítésen át József beköszönt. Adjon Isten! Rozál fogadta hangos szóval. Mi szélsodolta erre kenteket? Törvénybe mennénk, de beteg lett az asszony. S pihenni kéne, mert ránk esteledett. Kerestünk fedélt a kocsmába, de szállást a bérlője nem adott. Ej pedig az asszony az utolsóba van már, de hiába. Nincs pénz, mert szegény vagyok. Bár istáló is elég lenne, csak tető lenne már fejünk felett. Rozál seprűjét a falnak támasztotta, Bodri a kiskapuig settenkedett. Takarod vissza, mesterelke! Kerüljenek, csak kijöttek bentén! Egy ágy. Az csak akad még a háznál. Hogy elfáradt szegény. Eszem a lelkét. Szélesre tárta a kiskaput. Mária arca, mint viasz, sápa. Ne ugass már, Bodri! Nem látod, hogy vendég? Eredj csak, Péterke, szólj az apádnak! Jöjjön csak, lelkem, segítek én. Támaszkodjék rám, óvatos lépjen, úgy, lelkem. Kedd majd csukja be csak azt a kaput, aztán jöjjön ott maga is segéljen. János is septében előkerült, kemény keze még a villát fogta. Utasok, nincs szállások, s beteg az asszony. Behívtam őket. Már miért ne tetted volna? Az asszonynak vesz tiszta ágyat, az ember meg a lócán elalhat. És valami enni is akadtán a háznál. Péterke! Egy kis borért, fiam, szaladj csak!
A Bodri is oda sündörgött. Péter a butykossal már is kocog. S ameddig az asszony megvetette az ágyat, János kolbász, s egy köcsök tejet hozott. Máriát már a fájdalom rázta. A párnák között csöndesen feküdt. S amíg az asszony terít, megnyugodva látta, hogy János a szobában éppen befűt. A kemencében lángolt a tűz, Rozál az ágynál csendesen állt ott. És lelkükre a tiszta ágy párna szaga, mint békesség, szelíden leszállott. Kint az égen holdfény ragyogott, házra, tájra ezüst hímport hintett. Még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában én megszületett a régen várt kisded. A szomszédságból akadt bölcső, Nagy Andráséktól csipkés kis paplan. S 4-5 asszony zsibongott a szomszéd szobában a kis teknő körül szép kör alakban. Jaj, de szép! S fiú, nézd csak apjuk! Újjongott Rozál, míg óva mosta. És ígyen született meg az isteni gyermek, már hogyha nálunk születhetett volna.